Nem volt tumultus a Bátaszékiovi udvarán. Bármelyik játékot birtokba vehették azok a gyerekek, akiknek a szülei a rendkívüli szünet alatti felügyeletet igényelték. Az operatív törzs ugyanis március 8-tól április 7-ig tartó kényszerpihenőt rendelt el az ország óvodáiban és iskoláiban a koronavírus gyors terjedése miatt, azonban a gyerekfelügyeletet vállalniuk kellett az intézményeknek. A bátaszéki óvodában járó gyerekek létszáma jelenleg 216 fő, ebből most csak 12 gyermek felügyeletét kérték a szülők. Én azt gondolom, hogy mivel ez jóval rövidebb időszak, mint az elmúlt év, itt tulajdonképpen egy szűk egy hónapról beszélünk, ebben az iskolai tavaszi szünet is benne van. Általában a tavaszi, illetve általában az iskolai szünetek alkalmával az óvodában is lecsökken a gyerek létszám. Szerintem ezt a rövidebb időszakot talán könnyebben meg tudják oldani a szülők, akár szabadsággal, akár bármilyen más módon. A bölcsödét ugyan nem érintette a bezárás, de az intézmény vezetője elmondta, ott is lecsökkent kicsit a létszám. Ezek teljesen jó. Tolnán két óvodában tartanak ügyeletet. A létszám a napok előre haladtával folyamatosan növekszik. Az intézmény vezetője arra számít, hogy ha április 7-e után mégsem lehet visszatérni a normális rendhez, ugrásszerűen nőni fog a gyermekmegőrzést kérők aránya. Mivel most úgy van meghatározva, hogy kis létszámú csoportokban kell lenni, tehát ezért a végletekig ezt nem lehet, de folyamatosan tájékoztatom ugye a fenntartott a polgármester asszonyt, és hogyha eljön az az időszak, hogy vissza kell állni, már nagyon várjuk. Jelenleg az óvodában összefont csoportok működnek. A helyzet nem egyszerű, hiszen a kisgyerekek még nagyon ragaszkodnak a saját óvónőjükhöz. Az átmeneti időben az óvópedagógusok, akikre szintén vonatkozik a karantén, otthonról segítik a szülőket olyan játékokkal és mesékkel, melyekkel könnyebben át lehet vészelni a bezártságot.